varietas delectat, vagyis a változatosság gyönyörködtet. Sokan az öltözködésükkel is ezt kommunikálják, mások viszont jól bevált alapdarabokkal teremtik meg maguknak a mindennapi kényelmet. Mai vendégem hangja sokak számára ismerős lehet, hogy képbe kerüljünk a stílusával, nézzünk körbe a gardróbjába. John Dorcat a színész, énekes dalszerző, aki gyerekkora óta szinkronizál. Számos mesefigurának és hollywoodi színésznek adja hangját, mint például Jessica Biel, vagy Scarlett Johansson, vagy Barbie figurája. A Fonogram díjra jelölt énekes hattagú jazz formációja, a Soul Family 2019 novemberében debütált. Emellett jelenleg mesedalokból álló műsorával lép színpadra. Kata, mesélj nekem egy picit a te táncos múltadról. A táncos múltam, igen, az volt az első művészeti ág, amit csináltam. Anyukám azt vette észre, hogy a nappaliban folyamatosan magamra veszek mindenféle ilyen farsangról elmaradt ruhákat, és akkor pörgök-forgok. És akkor elvitt táncolni Ullmann Mónika nagymamájához, Ullmann Igaz Lucihoz. És ott balettstep és akrobatikát tanultam, ami elég komoly volt több éven keresztül, és hát például a torna dresszek, tehát amik minden héten az órára ugye föl kellett venni, na annak például, annak volt divatja már akkor, tehát az a 80-as évek, és akkor voltak a sima torna dresszek, amiben ugye az RSG-sek, a művészi tornások, voltak, de voltak a jazz balettos, ami ilyen kezes lábas volt, nem tudom, emlékszel-e. Ugye elasztikus anyag, ez hosszú, kezes lábas mindenféle színben, és akkor pántos, és akkor nekem abból is volt mindenféle szín. Akkor fontos volt nagyon, ja, már akkor. És hát már akkor tulajdonképpen ez bejött, ez a hóbort, hogy, hogy a ruha, és minél több, annál jobb. Gyerekként táncoltál, de aztán később igazából a hangodon keresztül ismertünk téged meg. Nem tűnt fel, hogy elmerültünk valamiben? Olvasson a jelekből! Azok a lányok úgy festenek, mintha ki akarnák nyírni magukat. Csöröghetnénk egyet, mielőtt leugranának a hídról. Amikor szinkronizálsz, vagy énekelsz, de inkább a szinkronra gondolok, akkor ugye nem látjuk a te testedet, nem látjuk a te valódat. Ez neked furcsa volt a tánc után, ami pedig a testeddel való kifejezés? És nagyon érdekes, hogy a táncos meg nem beszél, és igen, nem énekel, nem ad hangot, tehát neki csak a mozgás van, amin keresztül kifejez, és valóban észrevettem, hogy a szinkronizáló színész meg kicsit úgy lenémítja a végtagjait, megkötözi magát, mert ő meg mindent a hangjába tesz bele. Ilyen vetülettel nem gondoltam rá, hogy a táncból átkerülni a szinkronizálás műfajába, és akkor hogy ott más, hogy egy nagyon fiatal voltam, ugye 11 éves voltam, amikor elkezdtem, és akkor lehet, hogy tudtam, hogy ott ezt kell csinálni, uh-huh, ott meg ezt kell csinálni. Valójában a színpad az, ahol igazán szabad az ember, és aztán nekem ezt a zene hozta, és akkor ott minden van, tehát a hang is van, akkor a táncos előképzettségem is elő tud kerülni, amikor zenei fellépés van, és az igazi szabadság. A szinkronban ugye nem látjuk, hogy te, mint szinkronszínésznő, hogy vagy felöltözve, de te melyik típus vagy, aki úgy megy el, ahogy teljesen kényelmesbe, mert úgy se látszik, vagy pedig azért megadod a módját? Hát a kollégáim talán ezt így jobban látják, de én azt hiszem, hogy én nem a kényelmes verzió vagyok, mert nekem a szinkron stúdió volt a napi munkahelyem, tehát ha én oda nem öltözöm föl, akkor nem öltözöm föl egyáltalán, és akkor mindig csak szabadidőruhába mászkálok. Én úgy emlékszem, hogy hát egyrészt smink nélkül nem mentem soha sehova. És ezt én azt gondolom, hogy az édesanyámtól láttam, ugye a gyerek, amit lát, hogy anyu mindig kisminkelte magát, megcsinálta a haját. Tehát olyan opció nem volt, hogy ne legyen rajtam valami minimális smink. Mert kezdetben vala a gondolat, és mégis azt hiszed, hogy sorsod van. Mi a helyzet a színpadi megjelenésekkel? Mert azért én azt hiszem észre, egy az, hogy a gyerek műsorod miatt is, itt nagyon látványos ruhákról beszélhetünk, de hogy ott mindig van valami kis igazi varázslat a ruháidban. Tehát, hogy
Örülök, hogy ezt látod. Letisztult, de mégis nem a hétköznapi. Mm-hmm. Igen, meg ugye a karácsonyi dalom miatt. Tehát, hogy a karácsonyi... Én nem akartam felhozni, de... De tulajdonképpen egy a kettő, mert a gyerekeknek meg nagyon kell a mutatós, a színes, akár a csillogós, és a karácsonyi adventi időszak, ugye az az ünnep is nagyon csillog színpadon. Neked összeforrt a neved a karácsonyi időszakkal, szinte igen, már ezt állíthatom. Tulajdonképpen igen. Hála Istennek. És akkor ez urvágban úgy nyilvánul meg, hogy akár most január elején vásároltam még pluszban, amikor már lement a szezonja, hogy majd a következő évben karácsonykor, mert hogy minden évben, hála Istennek, van karácsony és fellépése, és hogy rengeteg színpadi és csillogós és karácsonyi ruhám és szettem kell, hogy legyen, hogy variálhassam. Azt veszem észre magamon, hogyha mondjuk bemegyek egy üzletbe, nagyon gyorsan választom ki a mintásat, ami kiri a többi közül, ami kicsit extrább, ami csillog, ami szőrös, ami... Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy másokon nagyon szeretem az úgymond oldmani stílust, meg az egyszerűt, meg az úrit, meg most a Gábor Zsazsa is mondta, hogy ne nézz ki úgy, mint egy cirkusz, légy egyszerű és úri, és az az érdekes, hogy lehet, hogy igaza van, sőt, biztos is, de valahogy én átgondoltam, hogy én akkor unalmasnak érzem magam, hogyha nincs valami plusz azon a ruhán. Mi a helyzet a videoklipekkel? Hát igen, a videoklipek... Ott öltözködhetsz, aztán gondolom, igen. Akkor nem dolgozol stylisttal, hanem van elképzelésed mindig egy saját, és ahhoz ragaszkodsz? Többféleképpen alakul. Van, amikor meglátok egy ruhát egy butikba, és megvettem előre, hogy majd ez biztos, hogy felkerül rám valamilyen klipbe. Nagyon sokszor van az most már, hála Istennek, hogy tervezői ruhát kapok. Ilyen volt Andrew Barta ruhája, amit együtt álmodtunk meg a tervező asztalán, nagyon különleges, extra, az a szimfónia klippemben volt, és az artista, akikkel dolgozom most már egy jó ideje, akik segítenek. Úgy mondhatom, hogy öltöztetnek, és ez olyan jól hangzik. Nézzük meg, hogy mi van a gardróbodban, de előtte jönnek a villámkérdések. Ki a kedvenc színésznőd, akinek a hangodat adod? Akinek a hangomat? A kedvenc színésznőm Christine Scott Thomas. Neki sajnos még nem adtam a hangomat, hát legyen Scarlett Johansson. Mi a kedvenc meséd? Vajana, ami Moana. Tehát nem, egyik országban Vajana, másik igen. Országban Moana. Kedvenc filmed? Napsütötte Toszkána. Kedvenc kiegészítőd? Miből van a legtöbb? Fülbevaló. Kedvenc illatod? A víz, illetve a Balaton illat, amikor nyáron az első fürdéskor, tehát amikor megcsap, igen. Kedvenc évszakod? Nyár. Flitter vagy csipke? Flitter. Melyik a kedvenc könyved? Ilyen ezoterikus könyvek. Mi a kedvenc színed? Lila. Mi az a három dolog, ami nem hiányozhat a táskádból? Szőlőzsír, legyen benne sok pénz. és valamilyen illat. Egy parfüm. Parfüm illat, igen. Nézzük meg, hogy mi nem hiányozhat a gardróbodból. Jó. Imádom, hogy ilyen sokszínű és csillogó és mintás a ruhatárad, de ezek nem csak a színpadi szettek. Nem csak, úgyhogy vegyesen válogattam. Na, nem is tudom, hol kezdjünk. De sok volt, ami színpadi volt, vagy forgatásbeli, és itt nálam landolt. Úgyhogy és azokat a hétköznapokban is simán felveszed. Igen, amit nem tudtam megvárni, például amikor egy stylist válogatott egy műsorhoz több ruhát, akkor például ezt így megvásároltam. Ezt nagyon szerettem. Ez egy egyszerű fekete, de egyszerű fekete, és egyszerű. Fölvéve nagyon jól néz ki. Igen. De fekete is azért előfordul. Előfordul, de valaki egyszer azt mondta nekem, hogy találsz a réten fekete virágot? Nem. Egyébként kevés feketét hordok. De hogyha fekete, akkor is van benne valami izgalom. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ezt imádom. Ez is egy artista nadrág. Ugyanúgy, ahogy ez is. Ez volt most a karácsonyi, nagyon sok karácsonyi fellépésen, meg tévéműsorban volt ez rajtam, szinte állandóan. Tehát ez főnyeremény neked. Nem kész, tehát hogy ez így rakott, ez meg nem. És közben arany, de mégis egy kényelmes nadrág. Tényleg a kényelem az mennyire fontos?
Nagyon jól bírom forgatáskor, hogyha baromira nem kényelmes. Tehát, hogy ott csak kikapcsolok. Ki jól. Igen, tehát ott kikapcsolok, ott nem is érzem, meg nagyon a magas sarkú is nagyon tud fájni, de színpadon nem érzem arra a fél órára, egy órára. Színpadon, hát ez flitter, ez gondolom elengedhetetlen. Ez például egy... Oh, de szép. Ez még nem volt rajtam. Tehát ezt úgy előre vettem meg, mert tudom, hogy egy karácsonyi koncerten ez majd. Úgyhogy ez már egy ilyen premier itt nálatok a műsorban. De ezeket a ruhákat például te simán tudod akár a meseműsorodban is hordani. Tulajdonképpen a meseműsoromhoz más találtam ki, de lehet, hogy akkor ez is majd játszani fog. Ez az egyik, ez Aladdin hercegnős ruha, tehát itt van rajta az oroszlán, aki őt védelmezi, és ugye Disney ruha, szinkronizáltam is az Aladdinban, úgyhogy rajta van a mesealbumon is, ez az egyik. A másik, amit nagyon szeretek variálni a mesehez, ő a felsőjével és a háromféle színű szoknyával, a fehéret most nem tettem ki, ez egy egész Barbie, tehát hogy ugye Barbie voltam nagyon sokáig, és akkor a Barbie dalok is. Igen, a gyereket, tehát a meseműsorhoz, igen, bár most is ez van rajtam, de szeretem, mindenféle színt szeretek igazából. Azért, hogyha a hétköznapi ruhákról beszélünk, és gondolok most itt a kabátokra, amit láttam nála, tehát igen. Az se egyszerű, igen. Ezt is emelem. Igen. Imádom a kabátokat, most egyre inkább, és ennek itt például van egy csillogó betétje, tehát ne feledkezzünk meg. Jaj, de jó. Amúgy ez egy kisherceges nyomat, igen, van a kisherceg, megtalálható. El. Igen, ez egy nagyon bohókás, de amikor ez rajtam van, vagy ez a másik artista kabát, ami leszerelhető, mert hogy ez itt cipzáros. Tehát praktikus is. Igen, bár soha nem vettem még le, és szerintem nem is fogom. Tudod miért? Mert úgy túl egyszerű lenne, úgy egy szürke kabát. Igen. De itt azért mindig kinyitom, hogy mindenki lássa, hogy ez ebből a szempontból baromi extra, hogy cipzáros, és ez meg egy komolyabb történet. Ő egy számomra nagyon fontos ruha, mert az első, legeslegelső videoklipem a Hóban ébred karácsonyi dal videoklipjében volt ez rajtam, azóta sem, azt hiszem. De azért, mert annyira fontos szerepet játszik az életedben az a dal, vagy az a korszak? Lehet, hogy azért, mert nem áll úgy, mert mint régen, azért nem vettem föl, de hát ez már jó rég volt, igen, 2010-ben volt, igen. De hát akkor is azért választottam, mert nagyon tetszett ez a nem tudom mi rajta. Van még egy zenei formáció, a Soul Family, igen. Ahol soul és jazz stílusú dalok vannak, és akkor oda egy kicsit más stílusban is öltözködsz? Persze. De az mi az? Akkor az olyan, nem tudom. Hát az. Például a legutóbbi jazz fesztiválon ebbe voltam. Imádom egyébként a maxi ruhákat. Most maradt a szád. Mert nem gondoltam, hogy ennyire színes, amikor ezt felakasztva láttam. Ez nagyon jó. De egyébként ebben voltam még a Fekete Özvegy filmpremiéren is, ugye a Scarlett Johansson film, amit szinkronizáltam, és ott általában nyáron vannak ezek a fesztiválok, és akkor nagyon szeretem az ilyen maxi ruhákat. Már több ízben említetted az artista tervező párost, akiktől nagyon sok ruhád van, és hát van itt egy nagyon kényelmes darab is. Igen. Ezért szerepelt már videoklipben. Szinte meg se lep egyébként, hogyha mondjuk melegítőről, vagy ilyen kényelmesebb ruháról van szó, akkor te nem egy szürke mackóban vagy. Igen, ez a szabadidő ruhák szerintem legextrábbja. És az, hogy az artista képes két mintát egymás mellé tenni, úgyhogy fel se tűnik nekünk, hogy úristen, ez szerintem zseniális. Igen, és ez van egy ilyen megkötő is. Úgyhogy ezt nagyon szeretem, utazáshoz is, ez az a bármihez föl tudod venni, és nem nézel ki benne melegítősnek. Tehát, hogy nagyon, és nagyon jó a viselete. Nem csak az ékszerek, hanem cipő, mennyire határozza meg a ruháidat, illetve táska esetleg. Igen.
A cipőkkel egyébként bajba vagyok, mert nagyon kevés cipő a kényelmes nekem. Tényleg csak a legnagyobb márkák a legjobbak, mert nem bírom ki a divat cipőket, csak színpadon. És táskák? Táskákat imádom, viszont egyre jobban tetszik az, hogy a táska és a cipő ugye együtt, ha egy szett, az mennyire jól tud kinézni. Hogyha komoly elképzeléseid vannak az álomtáskáról, akkor manapság akár már el is készítheted saját magad. Most Fanni egy ilyen helyre látogat, mi pedig elmegyünk utána az artistához. A Dezső márkát 2019-ben alapította Dominika, és kezdetben csak táskákat volt, majd később áttért a ruhákra is. Most pedig nemrég egy nagyon különleges ötlete támadt, a vásárlók tervezhetik meg a saját táskáikat, és Dominika meg is varja azt. Ez lett a Funny Bag. Nézzük is meg, hogy hogy készülnek. A Funny Bag ötlete az úgy jött, hogy nagyon-nagyon sok maradék, hulladékanyagom volt, amit egyszerűen nem volt szívem kidobni, és ezeket a maradékokat, meg hulladékokat, amiket már tényleg nem lehetne semmi máshoz felhasználni, például itt ezek a kis cseppek, ezeket így tök jól fel lehet ezekhez használni, és egy ilyen nagyon vicces, kedves minta jön ki belőle. Másrészt meg én festő vagyok, és nagyon szerettem volna azt, hogy valami olyan dolgot csináljak, amin a képeim vagy az ilyen vizuális világom is így megjelenne. És a vevőket is bevonod a táska készítésben, hiszen most már bárki tervezhet, rajzol neked, és te azt megvalósítod. Ezt hogy találtad ki? Ez úgy jött, hogy 2022 nyarán kitaláltam, hogy milyen jó lenne, hogyha tartanék pár workshopot, mert nagyon sokan írtak nekem egyedi elképzelésekkel kapcsolatban, hogy szeretne egy dínót a táskájára, szeretne egy zsiráfot, meg szóval olyan dolgokkal, amiket én nem kifejezetten csinálnék magamtól. Aztán, mivel most már itthon dolgozom, ez egyre macerásabbá vált, hogy itt legyünk plusz 10 ebbe a kicsi műhelybe, úgyhogy kitaláltam ezt, hogy online megtervezheti, és elküldi nekem, én pedig megcsinálom. Mennyire kreatívak ilyenkor, amikor küldik neked a fotókat? Mert láttam például egyszer egy kutyust, ami biztos az ő kiskutyája, és te teljes egészében ugyanúgy megjelenítetted a táskát, mint ahogy ő azt lerajzolta neked. Igen. De milyen kérések vannak még? Ez a házi állat kérés, ez nagyon gyakori, de egyébként mindig elcsodálkozom rajta, hogy úristen, mennyire menő ötletekkel találnak meg mennyire menő dolgokat tudnak lerajzolni az emberek. Nem tudom, nagyon sokan csinálnak ilyen mesefigurákat. Na, hogy készül a táska? Úgy készül a táska, hogy mindig van egy alapszín. Ez most az a szép világos kék. Ez most ez a világos kék lesz, igen. És van egy alapom hozzá, ez csomószor eltérő. És hát ezt még a workshopokra csináltam, és mondjuk most így ekkora lesz. Ezt körberajzolom, kivágom az alapot, és utána pedig egy ilyen összeselejtezett turkálóból összetúrom azokat a színeket, amiket szeretnék felhasználni hozzá, de ez ilyen nagyon adhok, szóval mindig így közben döntöm el. Aztán elkezdem felvarni. Aztán megcsinálom a bélést, és szerintem kb. Kész vagyunk. Terápiás jellege is van ennek, úgyhogy ez tényleg zseniális. De mi a következő terved? Van-e már a fejedben valami újdonság, amit esetleg táskák terén ki szeretnél próbálni? Hát igazából most főleg arra szeretnék ráállni, hogy ezeket a mintákat, amiket a táskákhoz használok, azt valahogy így átvinni a textilre, vagy esetleg olyan táskákat csinálni, amik egy kicsit ilyen keményebb borításúak, nem tudom, tehát hogy inkább valami ilyet, de az egésznek az a lényege, hogy maradékot dolgozok fel. Ez tényleg jó, mert számodra is egyfajta kihívás, hogy a maradékokból mit tudsz kihozni. Igen.
Úgyhogy ez is egyfajta más kreativitást igényel talán. Igen. Szóval így, hogy tervem, az most így új nagyon nincsen, mert mindig valami újat találok ki. Nagyon köszönöm, hogy megmutattad, hogy hogy készülnek ezek a különleges táskák. Mi pedig most térjünk is vissza Editékhez, akik szintén egy nagyon különleges magyar tervezőhez látogatnak el. Az artista tervezői az esztétikai értelmet részesítik előnyben az elvont koncepcióval szemben. Tiszteletben tartják a klasszikus, hagyományos szabásvonalakat, és átültetik ezeket egy kortárs városi viseletbe. Az autentikus nőt ünneplik, aki szereti a szabadságot, a művészetet és a zenét. Jártunk már itt nálatok, és azt megtudhattuk, hogy mindig egy képzőművészeti alkotás, ami inspirálja a kollekciókat. Mi volt most az inspirációtok? Most Korga György festőművésznek két korszakát vettük inspirációs alapul. Egyébként ő már egy nem élő művész, ami így ritkán fordul elő, hogy egy nem élő művésszel dolgozunk együtt. Csak itt az a kapcsolat, hogy ő nekem rokonom, és ezért szinte itt köztünk él ma is. A két korszaka közül az egyik, az az Ikebana korszaka volt. Egy egész hatalmas anyagot csinált, ami csak Ikebanákról szól, illetve Ikebanákat festett. Ez mit jelent pontosan az Ikebana? Az Ikebana? Az Ikebana az öt dolgot fogalmaz meg, az egyik a negatív tér, azaz a csend, az aszimetria, a harmónia, az éppen elég fogalma, és volt még egy, a szándékosság kerülése, ami a mi márkánkra nagyon jellemző, tehát mi nagyon szeretjük a kicsit a véletlenszerűséget, mint tervezési folyamatot bevonni a munkánkban minden napok során. Illetve ami nagyon fontos része még, mondjuk ezen tudom megmutatni, hogy ez a te sárgád. Igen. Igen, itt például levettük róla ezt a vázát, ami rajta volt, mert túl soknak éreztük, és itt inkább csak a virágmotívum szerepel, viszont ezeket így meghosszabbítgattuk, mert ez úgy tetszett jobban, hogyha ide is átnyúlik a másik oldalára. Azt is szerettük volna, hogyha ilyen térbe emelkedő része is vannak, hiszen egy háromdimenziós dologról van szó, a kabát is az, de az Ikebana még inkább. Ja igen, és a geometrikus részekről akartam beszélni, hogy az is nagyon tetszett, ez a 70-es évek hangulatú, ilyen, tehát ez a festett geometria, tehát amikor tényleg látszik, hogy itt meghúzta a vonalat a vonalzóval a festő, és annak a mentén húzta meg az ecsetet. Ettől ilyen nagyon emberi, de közben geometrikus, és akkor ezt az organikus, geometrikus dolgot szerettük volna egy kicsit így összehozni. Nagyon jó ez a szett, ez éppen elég? Hát ez éppen. Majdnem sok. Már majdnem sok. De még lehet fokozni. De ugye vannak szituációk az életben, amikor a sok az elég, illetve az elég az kevés ebben az esetben. Tehát most itt nagyon szép. Én jól érzem magam. Én különlegesnek érzem magam, artistában vagyok, és rendben mindig szólnak is, hogy úristen, ez a kabát rajtad, úristen, tehát hogy mindig ki is fejeződik a környezetemből, tehát hogy nem rejtik béka alá az emberek, tehát muszáj megnyilvánulniuk, hogy na most ez valamit ki. Ehhez hozzá kell szólnom. Igen. Tehát azt kell tudni, hogy igazából az artista márkának nem a Kata lenne az elsődleges arcad, viszont a Katában van egy olyan spiritualitás, ami teljesen összehozott minket. Az artista ruhák, amikor a Kata viseli őket, akkor teljesen átalakulnak az ő személyiségének megfelelően, és igazából egy ruhának ez is a célja, tehát mivel megszületik egy ruha, és nem tudjuk, soha nem tudjuk, hogy ki fogja azt viselni, és nyilván az a legjobb, hogyha sokféle ember tudja viselni, és sokféle személyiség. Nagyon szép ez a kabát is. Ezt még lehetne egy kicsit fokozni, hogyha esetleg valakinek nem elég? Hát ehhez is lehet egy táskát például adni. Nálatok folyamatosan vannak táskakollekciók. Igen, mert mi ugye hárman vagyunk tervezők, és az egyikünk, a Stamp Kati, a táskákkal
ügyködik, tehát hogy azok az ő, illetve közös alkotások, de hát főleg ő csinálja ezeket. És ez egyike van a táska. Igen, most ez a kollekció, ez nagyon-nagyon megfogott, és nem tudtam, hogy mögötte egy ilyen filozófia van, és talán lehet, hogy ezért is. Úgyhogy újra itt vagyok. Köszönöm. Köszönjük. Én köszönöm nektek ezt a napot, nagyon örülök, hogy ezt így együtt töltöttük. Nektek pedig köszönjük a figyelmet, tartsatok velünk a jövő héten is. Elfáradt a vállam ebben a melóba. Jártunk Málit bába, nem? Na. Málit, és túl sokat ettem. Látok még itt ilyen szemben. Te főleg a testeddel fejed.